Háromnapos csereszabály mindenre vonatkozik. Akciós árut nem cserélünk. Vásárlást követő 3 nap után csak a szakszervízbe lehet visszavinni a hibás terméket. Számos hibás kereskedői magatartás és tévhit van érvényben, amikre a fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet. Karácsony után ugyanis sokan fordulnak hozzájuk különböző panaszokkal. Ám sokszor kiderül, hogy a vevők nincsenek tisztában a szabályokkal, például azzal, hogy hibátlan, de nekik nem tetsző ajándékot visszavihetnek-e a boltba, vagy sem. Az ajándékot nem muszáj visszavenni, nem kötelessége az üzletnek visszavenni, csak akkor kell vele foglalkozni, hogyha az minőséghibás, tehát ha valami baja van. Nem tetsző színű vagy méretű termék esetén tehát csak a kereskedő jó indulatán múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicseréli-e másikra, vagy esetleg biztosítja a termék árának levásárlását az üzletben. Ha azonban hibás a termék, akkor a vevő élhet a szavatossági igényével, vagyis hogy kijavítsák, kicseréljék az árut, vagy pedig a termék árát visszaadják neki. A pénz akkor jár vissza, hogyha a termék vagy jótállásos, és nem tudják megjavítani, és nincs is ugyanolyan másik termék, amit vásárolt, mert ugye első körben, ha nem tudják megjavítani, akkor csere utalvány jár érte, ami arra jogosítja fel a fogyasztót, hogy egy ugyanolyan másik terméket kapjon. Ha nincs az a másik termék, akkor kérheti a fogyasztó vissza a termék árát. A fogyasztóvédelemhez legtöbbször azzal fordulnak a vásárlók, hogy az adott termék nem tudja azt, amit elvártak tőle a reklámok alapján. Ám a reklám nem üzleti ajánlat, az csak egy figyelemfelhívás, emelte ki Orosz Valéria. A fogyasztóvédelmi szakemberek egyébként azt javasolják, hogy érdemes megbízható helyen vásárolni, megtartani a vásárlást igazoló nyugtát, blokkot, mert minden jogorvoslatnak, minden reklamációnak az az alapja. A reklamációról pedig mindig érdemes felvetetni jegyzőkönyvet.